Mikor Géza fejedelem volt a magyarok vezetője, ő békés megoldást választott azért, hogy megerősítse a fejedelmi hatalmat. Házasságkötéssel és a keresztény hitre való áttéréssel érte mindezt el. Fiát, Vajkot megkeresztelték, aki így a keresztségben az István nevet kapta, és hozzáadta a bajor herceg lányához, Gizellához. 997-ben Géza meghalt, és a hatalmat fiára, Istvánra hagyta. Azonban ennek öröklése kérdéses volt, hiszen eddig a fejedelem az lehetett, aki a legidősebb férfi rokon volt. Ez az ember jelen esetben Koppány volt, aki végül fegyveres összetűzésbe is keveredett Istvánnal. Koppány viszont keleti keresztény hitű volt, és a pogány magyarok támogatását is élvezte, miközben István nyugati keresztény hite a német lovagokban testesült meg, mint szövetséges haderő. Koppány legyőzését követően István egy egységes keresztény állam létrehozásán fáradozott. István koronát kapott a pápától, és 1000-ben királlyá koronázták. Így lett ő első István magyar király, és az állam, ami felett uralkodott innentől, azt magyar királyságnak nevezzük. Keresztény királyként a többi európai uralkodóhoz hasonlóan törvényeket hozott, pénzt veretett. A királyság központja Fehérvár, a mai Székesfehérvár lett. Saját birtokaira várispánságokat szervezett, amik a várhoz tartozó birtokokat és az ott élőket felügyelték. Nyugati mintára a királyság vármegyékre lett felosztva. A területükön élő összes magyar ember felett gyakorolták a hatalmat. A vármegyéket és a várispánságokat, vagyis ezt a két területi szerveződést egy személy tartotta össze, akit Ispánnak nevezünk. Ő volt a vármegye élén, de a várispánsághoz tartozó várban levő, katonáskodó várnépekért is ő felelt. István ezen felül egyházi szervezetet is alapított. Közel 10 püspökség alapítása köthető a nevéhez, illetve maga az esztergomi érsekség, ami a magyar püspökségeket felügyelte. István bevezetett egy adót, a tizedet, és azt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. A magyar királyság ellen ebben az időszakban német-római hadak próbáltak egy hadjárat erejéig támadni, azonban ezt sikeresen visszaverték. István fia azonban Imre herceg egy vadászbalesetben életét vesztette. István így olyan utódot akart a magyar trónra, aki nem gátolja meg a fejlődést. Az utódválasztás elég nehézkessé vált, mivel István a saját unokatestvérét Vazult megvakítatta, és fiait számüzette az országból.